nagyon sok negatív érzelem társul ez a mostani helyzethez is. Az elsődleges talán a félelem, a vírustól való félelem a legegyértelműbb, de hogy itt akár a munkahelytől való, munkahely elvesztésétől való félelem men át, a családi konfliktusoknak a dühe, az indulata, sok egyéb szorongás jellegű dolog, a saját funkcionalitásunkkal kapcsolatban is szoronghatunk, hogy vajon hogy fogom én ezt bírni. Nagyon praktikus dolgokkal kapcsolatban is szoronghatunk, hogy hogyan fogom megoldani ezt vagy azt a dolgot. Egy ilyen krízis szituációban az emberek zöme valamit elveszít, ha más nem, akkor a biztonság illúzióját. És nyilván nagyon sokféle más veszteség tud itt megjelenni. Nagyon valószínű, hogy sajnálatos módon lesznek olyanok, akik akár szeretteiket veszítik el, és hogy veszítették el már mostanra, és ez egy egyértelmű gyász helyzetet teremt, és egy gyász folyamatot indít el. Tehát, hogy kisebb-nagyobb ilyen és olyan és amolyan dolgokat elveszítünk ebben a szituációban, szóval, hogy nagyon sok negatív érzelemmel kell aztán dolgoznunk, és az érzelem fókuszú megküzdésben ezekre irányítjuk a figyelmünket, és azt nézzük meg, hogy mit tudunk csinálni ezekkel a feltörő negatív érzelmeinkkel. Erre pedig nagyon-nagyon sok technika létezik, mentális technikák, akár elképzelni helyzeteket, akár meditatív állapotoknak a használhatósága is itt nagyon nagy, tehát hogy nagyon-nagyon sokféle olyan dolgot tehetünk, ami az érzelmeink szabályozására, regulációjára tud hatni jótékonyan, és ezáltal válhatnak kezelhetővé ezek a feljövő negatív érzelmek.